Idén 26. alkalommal május 9-én délelőtt rendezték meg a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál Szerencsi hangversenyét. A délelőtti program résztvevőit Egeli Zsolt alpolgármester köszöntötte, majd beszédében kiemelte, hogy a kórusok száma egyre csökken, hiszen a változó társadalomban kevesebben áldoznak a szabadidejükből a zene szeretetének. Az alpolgármester reméli, hogy 10 év múlva a 36. Nemzetközi Kamarakórus találkozónak is helyt adhat Szerencs. Egeli Zsolt köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy áldoznak a szabadidejükből a zenének és az éneklésnek, hiszen egy-egy fellépés mögött rengeteg munka és sok gyakorlás van. Az üdvözlő gondolatok után elsőként a szerencsi férfikar lépett színpadra. Ezután a Szerencsi Rákóczi Zsigmond két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti alapiskola kórusa mutatta be az alkalomra készített műsorát. Harmadikként a Hegyalja pedagógus kórus csodálatos dallamaiban gyönyörködhettek a zene iránt érdeklődők. A program végén a szlovákiai Apolló kórus mutatta be az alkalomra készített vidám műsorát.